A szép kártya három zsebet, vagyis három alszámlát tartalmaz. A szálláshely szolgáltatás, rekreációs és melegétel alszámlák közül az utóbbi a legnépszerűbb. A belföldi üdülés mellett különböző egészségügyi, szépségápolási, wellness és sportszolgáltatásokat, illetve kulturális és szórakozási lehetőségeket is ki lehet fizetni a kártyával, amelyet évről évre egyre többen vesznek igénybe. Éves szinten 18-20%-a részesedésnek az aránya a szép kártya, tehát a Széchenyi pihenő kártyával történt fizetések, a készpénzes fizetések, az átutalások, illetve a hitelkártyás vagy bankkártyás fizetések esetében. Hogy május 31-én lejár a 2016-os feltöltéseknek az egyenlege, így érezhetően egyre többen használják a szép kártyát. Utána néztünk, mint gasztronómiai szövetség, és az elmúlt hétvégén, a balagácsos hétvégén több mint 1,3 milliárd forintot költöttek el a szép kártya tulajdonosok a múlt hétvégén, és ez egyre fokozódik május 31-éig, ami a szerencse a szerencsébe, hogy még azért van egy pünkösdi hosszú hétvége, amelyre felhasználható. A pünkösdi hétvégére a szállásfoglalás forgalma egy átlagos májusi hétvége több mint másfélszerese, a tavalyi pünkösdhöz képest pedig 41%-os növekedést mutat, mondta a televíziónknak a szállás.hu marketing menedzsere. Keresztes Nóra hozzátette, ilyenkor jellemzően többen fizetnek szép kártyával is. Nálunk nagyon szeretnek szép kártyával fizetni a foglalók. Körülbelül egy ilyen 21% fizet ennél a hosszú hétvégénél szép kártyával az adataink szerint, és 40 ezer, illetve 48 ezer forint értékben. Akik viszont nem a szép kártyát választják, mint fizetési eszköz, ők egy picivel kevesebbet költenek, átlagosan elmondható, hogy olyan 42 ezer forint környékén foglalnak ilyenkor. Azt is szoktuk egyébként vizsgálni ilyenkor az adataink szerint, hogy általában két napra szeretne felutazni a hosszú hétvégéken, főleg ennél a hosszú hétvégénél a magyarok, illetve körülbelül olyan 3,4 fővel, tehát olyan 3 fővel szokta felutazni. A marketing menedzser hozzátette, már látszik, hogy melyek lesznek idén a legnépszerűbb hazai nyaralási célok. A legtöbben Siófokra, majd Hajdúszoboszlóra és Balatonfüredre készülnek a belföldi nyaralást választók.